Üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel csatorna, és a mai videóban, a mai második videóban, furra ez hozzászokni, hogy ezen a héten két videó jön, a legdurvább Deadpool és Rozsomák teóriákat hozom el nektek, nem keveset, összesen hetet, ha jól számoltam, és ezek tényleg a legdurvább teóriák, amiket össze tudtam szedni, ezekről nagy rész már volt korábban szó a csatornán, de most így elvétve megnézzük, hogy mik is ezek, és ezekről legkésőbb, vagy legelőbb, ma kiderül, hogy igazak-e, nem nekem, hanem egy-két nézőnek, akik a 19 órás premier előtti vetítésre mennek, ugyanis ma már egy-két vetítés van a Cinema City mozikban. Holnaptól van viszont a rendes, normális premier, szóval mi holnap tudjuk meg, hogy ebből mi lesz igaz és mi nem, valaki már ma. Szóval, aki esetleg ezt a videót a film után látja, kérem, hogy ezt spoilerezz semmit, vagy sajnos tiltásra kerül. Jöjjenek a teóriák! Deadpool az egész MCU-t kinyírja. Ez egy elég érdekes teória is többször is szó esett róla a csatornán, már a forgatás kezdete Nél, tehát már egy évvel ezelőtt is beszéltünk erről. Ugye ennek az alapja a nagy Marvel képregény, ahol Deadpool kinyírja a Marvel univerzumot, sőt, mi több úgy ér véget ez a képregény, hogy kimegy a készítőkhöz, és megöli őket. Most több teórián keresztül, de összegyúrhatjuk ezt, ugyanis nemrég kijött egy olyan videó, hogy az egész mcu simuláció, szimuláció így gyakorlatilag kimehet a Kevin robothoz Deadpool, és megölheti a kemi robotot, amivel már elszabadul egy kicsit az MCU, és már kicsit a multiverzumot kicsit, hát tönkretenni, de hát nem tudom még pontosan, hogy működik ez az egész, de ugye mivel a TV és a multiverzumra így bekérleszkedett Deadpool, nem kizárható, hogy ő és esetleg még Rozsamák a sok univerzum kutatás között kinyírja az MCU tagjait, szóval ez egy fontos és érdekes teória, szerintem arra majd meglátjuk. Erről a teóriáról részletesebben a többi videónkban beszéltünk. A főgonosz más. Nova a fő karakter, akiről egyébként ma jött ki egy kisebb mutató, de szerintünk nem ő a fő 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 gonosz, hanem akár más. Rengeteg többábbi lehetőséget hoztunk. A legnagyobb esélye az az, hogy a TVA és paradox a főgonosz, de van arra teóriánk, hogy maga Deadpool és Wolverine, ami az előző teóriához hozzá kapcsolódik, tehát hogy kinyírják az univerzumot, ezzel ők lesznek a főgonoszok, vagy éppen Loki, esetleg Kang, vagy további ilyen, hát kiszámítatatlan karakterek, akikre nem számítunk, ők is lehetnek a főgonoszok, ugyanis Nova nem feltétlen egy főgonosz alkat szerintem, legalábbis nem erre a filmre, főleg, hogy ő is a Voidba van bezárva, én el tudom képzelni azt, hogy itt igazából a TV az, aki megbabrája a dolgokat. Nem tudom, ez majd kiderül. Az biztos, hogy lesz szerintem egy csavar ebben, de nem tudom, hogy pontosan ki lesz a főgonosz. Az is lehet, hogy aztán Nova. Tehát ez, ez nem kizárható ok. De akár még lehet Kengi is, aki igazából életben van is. Amikor a kvantumániába, a gébe bekerült, a Voidba került át, mint egy lenyesett leágazás. Nem tudjuk majd kiderül. Ez a titkos háborúk nulla. Ez a film lesz a titkos háborúk bemelegítő filmje szerintünk. Itt kell történni a legnagyobb multiverzumi szétrombolásnak. Legalábbis itt kell elkezdődnie, itt kell indulni felfelé a lépcsőn. Aztán az, hogy ez hogy sikerül, az egy másik kérdés. Ugyanis ez egy multiverzumi katasztrófának kell lennie ennek a filmnek. Rengeteg karakter, rengeteg Felvezetése. Én nem várom azt, hogy például Robert D. Jr. vagy Toby McGeorpók embere itt megjelenjen. Őket a titkos háborúkra hagyom, viszont itt ezt be kell melegíteni, és itt nagyon-nagyon fontos dolgok vannak. Az elvárásos videóban mondtam, hogy remélem, hogy a multiverzumban jobban belemennek, mert ebbe bele kell menni, és szerintem bele is fognak. Például ugye petkárták azt, hogy a stabistútenyált az elképesztő durva lesz, majd aztán mondták, hogy nem lesz, ezt nem tudjuk pontosan, majd ezt holnap tudjuk meg, de az szerintem szinte biztos, hogy ez egy ilyen elővezető, felvezető filme lesz a titkos háborúk filmeknek, vagy bosszúállók filmeknek, így ezt a filmet lehet titkos háborúk nullaként is kezelni, ahol meg tudjuk, hogy mi minden van, akár a titkos főgonosz egy túlontúli is lehet, hogyha már az előzőt mondom, és akkor ezzel már tényleg titkos háborúk lesz. Egyébként erre a legnagyobb utalás az első trailerben volt, ahol ott volt maga egy titkos háborús képregény, ennél nagyobb butalás maga a trailer is, maga a film jelenléte, szóval erre is nagyon nagy esélyt látok, de ezt is csak holnap tudjuk meg. Hulk visszatér. Van egy érdekes teória, ami az elmúlt időszakban egyébként egyre jobban felkapott lesz, hogy Hulk Megküzd majd Wolverine-nel a filmben, de nem a Mark Raffalos, szóval ez így maga a pletyka. Viszont egy érdekes meglátása volt ez egyik legjobban elemző, trélelemző külföldi YouTube csatornának, aki kijelemezte, hogy elég olyan, mintha a kartfogú előzetesben ki lenne valaki vágva a háttérben, és mintha a Voice az nem oda illene. Például, amikor Deadpool mondja, hogy ez lesz az a csata, amire mindenki régóta vár, az nem teljesen igaz, mert Wolverine is kortfogó már korábban megközdött, de hákkal még nem a filmtörténelem során, pedig a képregényekben, ahogy elmondtam a Wolverine bemutatóba is, egy nagyon fontos köve a Marvelnek és Wolverinenek is, hogy ők harcoltak, szóval az, hogy Hulk ott van és harcol az szerintem nem lenne hülyeség, rengeteg fanart van erről, hogy a Tori is benne lesz a filmben, de csak ilyen archív felvételben. Az pedig, hogy nem Mark Ruffalo, az meg még jobban erősíteni ezt a teóriát, mert ez pont ezt szerzi, hogy egy, egy ilyen B-kategóriás variáns simán benne lehet, ez nem is sok pénz, majd persze meglátjuk, de én nagyon örülnék neki, hogyha csak egy pici kameóra is Hulk visszatérne. Tobi a filmben? Na ezért már egy érdekesebb, ugye mondtam az előző ponthoz, hogy nem lesz benne, és nem is várom el, viszont vannak érdekes utalások, vagy legalábbis egy nagy utalás van, ugyanis még a trailerben is látható volt, hogy az a pizzázó, ahol éppen beülnek a Voidban, és valószínűleg először beszélnek egymással Deadpool és Logan, akkor ez a pizzázó, ez nem más, mint a Pókember 2-ből a Joe pizzázója, amit az Aziz nevű cégvezető szervezte, rendezte, meg ott ő vezette ezt az egész boltot és van egy olyan pegyka, ami már nagyon-nagyon régi, tehát nem mostani, hanem majdnem egy éves, hogy vissza fog térni ebbe a filmbe, ami ugye jogilag megengedett, Maxa nevét nem mondják ki, plusz ugye a Joe pizzázó is egy valós pizzázó, szóval ha viszont ez vissza jön, hm. akkor az viszont nem lehet nem egyértelmű utalásnak venni, egyébként meg Elvileg lesz utalás a Pókerzum filmekre is, ez sem hivatalos info, ugye a Deadpool kiparodzálja azt, hogy a Pókverzon filmekben 19999 földnek hívták, szóval az biztos, hogy valamilyen Pókember utalás lesz, azt nem tudni, hogy a Sony mennyire ment bele a jogokba, egy el elvileg egyébként magába a Pókemberbe nem. Szóval szerintem csak Tobi világából lesz valami, de maga Tobi szinte biztos, hogy nem tűnik fel a filmbe, de én nem is várom el. Sangchi karperecek. Erről nem olyan rég csináltam egy teóriát, és ez a Sangchi karperec addig, amíg nem lesz megoldás, addig minden filmhez hozzá lehet kötni, hozzá volt kötve a Marvelekhez, hozzá volt kötve a Lokihoz, hozzá volt kötve a Kantumániához, hozzá volt kötve majdnem mindenhez, amióta volt a shang -Chi. de eddig ez sosem jött be, és sosem volt eredménye. Most viszont talán, mintha lehetne valami előrelépés az egészben, ezt nem akarom bővebben mondani, erről csináltam nem olyan rég egy videót, a sorcot bevágom, de a teljes videót ajánlom megnézni, mert ezt nem olyan rég veséztük ki. Megvan. Deadpoolék a megoldás száncsí karperecére. Nagyon régóta foglalkozunk száncsí karperecével kapcsolatban, de eddig egy teória se jött be, most viszont talán, mintha elkapnánk ezt az egészet, és most Deadpoolékkal kötöttük össze. Deadpoolék az idő és a térutazók. Utolsó, legdurább teóriánk szerint Deadpoolék ellátogatnak a főbb Marvel eseményekre, mint például a végjáték, az első bosszú állók, egyéb további Marvel filmek, erre pedig a leginkább való utalás, hogy elvileg a filmből csak az első 40 percből láttunk valamit, ami pedig úgy ér véget, hogy beugranak a portálba. És vannak érdekes, úgymond teóriák arra, hogy Deadpoolék meglátogatják egyes, fontosabb MCU momentumokat, vagy abszolút pontokat, hívhatjuk így is. Erre pedig az első trailer adott utalást, hogy megmutatta Paradox Deadpoolnak, hogy mi is ez az egész világ, és mivel ugye a Void egy téren is időn kívüli hely, amikor kiugranak onnan, simán lehet, hogy egy rossz időbe mennek Deadpoolék, és talán egy eléggé jó kis lehetőség lenne arra, hogy még egyszer utalják Deadpooléket a régebbi klasszikus hősökkel összeboronálják, mert nem biztos például, hogy Chris Evans vagy Rebellion Jr. a 616-os cameója meg lesz valaha, és talán szívesen látnánk ezeket a karaktereket, például Logant is egy Amerika a közösen, vagy Deadpoolt. Szóval ez inkább egy lehetőség, és inkább egy vicces gag lenne. Nem hiszem, hogy egyébként, hogy ebbe bővebben belemennek, de egy ilyen 10 perces univerzum utazgatás lehetne szerintem, ezzel már multiverzumi előrelépés is lenne, és én nagyon örülnék neki, szerintem lenne értelme. És amikor visszamennek a Bosszúállók filmekbe, akkor akár még thanos is találkozhatnak, így akár még a kezükbe kerülhet a végtelen kesztyű is, amit ugye az Interscape-ben is mutattunk, ez nagyon érdekes lenne, de ami még inkább durva lenne, hogy ugye thanos találkoznának, aki ugye valamilyen szinten az előző film főgonosza volt a Deadpool 2-ben, legalábbis ugyanaz a színész játszott el kábelt, és ezzel biztos, hogy tudna viccelődni. Deadpool, ez egyébként tényleg egy hatalmas viccel lenne, vagy legalább a void -ba valamilyen szinten. A kesztyűvel meg a Thanos karakterével is találkozhatnának. Szerintem egyébként erre nincsen olyan sok esély, akármennyire is akarom, és akármennyire is látom rá az utalásokat. A többi teóriában a Tobison kívül több esély van, de majd meglátjuk. Meglátjuk legkésőbb számunkra holnap, aki ma majd később nézi, az meg akkor, viszont valószínűleg ugye nem sokan nézték meg ezt a videót, mert az elején mondtam, hogy lehetséges spoilerek vannak, most már aki végignézte, az végignézte, ebbe hát öm, maga a teória létezése is lehet, hogy véletlenül eltalálásra kerül a valóság, viszont az is lehet, hogy ugye a plekkák is igazak lesznek, nem tudjuk. A lényeg, hogy ez volt az utolsó videóma, ugye kettő videó, holnap újra érkezünk, holnap kettő darab kritika jön a premier nap, a Logan is a Deadpool 2, a Deadpool 1 az már vasárnap óta elérhető, szóval mindenkinek ajánljuk azt majd, és így ennyi. Aztán pénteken még két videó, és aztán majd elkezdjük a Deadpool utáni időszakot, Szombaton kritika, vasárnap ugye miről szólhat a vége, miről szólhat majd a következő filmek. Jövő héten pedig kibeszéljük a filmet, és majd elkezdjük a dátum utáni időszakot, ugyanis valószínűleg egy hasonló utóhype-ot hagy, vagy lehet, hogy még hogy a hype lesz. Ezt majd holnap tudjuk meg, de még holnap a film előtt jön kettő videó, és holnap nem 14-18-as megjelenés lesz a videókon, hanem a 11 15, ez pedig a Premier miatt van, kicsit előbb adjuk ki a videókat, hogy úgymond több idő legyen megnézni, de hát erről ennyit. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!